Jelen pillanatban egy csapat megbeszélés zajlik. Ma van az első napja a ceglédi férfi kézilabda csapatnak a felkészülésének. Kökény István edző megtartotta az ilyenkor szokásos mondókáját. Előtte az elnök úr Borsos István mondta el egy pár mondatba, hogy ki mire számítson az elkövetkezendő pár hétbe. Tulajdonképpen ez zajlik most itt a háttérben. Aki már biztos, Tatabányáról sikerült egy fiatal tehetséges junior válogatott játékost elhoznunk, őt Takács Bencének hívják, irányító és átlövő poszton számítható be a csapatba. Van egy csurgói fiatal srác, szintén junior válogatott kerettag volt, őt Antal Szabolcsnak hívják, ő egy beállós. Rajtuk kívül van két kubai fiatalember. Az egyik már nem is annyira fiatal, ő a José Szavon, vagy becenevén Roni, őt már a ceglédi közönség ismeri, egy balkezes, jobbszélső, jobbátlövő poszton játszó emberke, valamint sikerült elhozni a kubai válogatottnak a kapusát, aki az előző évben Spanyolországban, azelőtt pedig Németországban játszott. És jelen pillanatban itt van még egy fiatal szerb, balkezes, jobbátlövő, akinek hamarosan el fog dőlni a sorsa, hogy ma holnap itt egy próbajátékon szerepel, és hogyha beválik, szeretnénk, hogy beváljon, ugye jobbátlövő az már nálunk elég régóta egy hiányposzt, akkor őt is le fogjuk igazolni, és vele együtt lesz 5 új igazolásunk. Sajnálatunkra Dengi Zoltán nem vállalta a következő szezon, bár mi szerettük volna, hogy még egy évet vagy kettőt hosszabbítson, nem vállalta a megmérettetést. Ezen kívül, rajta kívül, bocsánat, a Turák Csaba, a Benedek Tibor és a Molnár István, aki nem lesz a következő évben a csapatnak a szolgálatára. Mindhármunknak mi köszöntük meg a vezetőség részéről. Úgy láttuk, hogy ők a következő szezonban az NB1-es csapatban már sajnos nem elég képességgel rendelkező játékosok, hogy így mondjam. A következő évtől két új edző kollégával bővül a keretünk. Kökény István vezető edzőnek a munkáját segíteni fogja Rapi Róbert. Ő egy kimondottan egy utánpótlás szakember, aki már évek óta az NB1, NB1B körül mozgolódik. Ő egy nagyon tehetséges fiatal szakember, Kökény Istvánnak a régi ismerőse, és ugye felvetődött a kérdés, hogy kellene kis egy segítség, és ráesett a választásunk, meg a Pistának a választása. Ezen kívül a jelenlegi játékosunk Erdély László fogja vezényelni a kapusedzéseket heti két alkalommal, ami szintén egy nagy előrelépés a tavalyi évekhez képest. Lesz-e olyan, amikor ütni fogja a két mérkőzés egymást, vagy már tudjuk előre például, hogy mikor lesznek folyamatosan a mérkőzések? Én nagyon remélem, hogy ezt meg tudjuk oldani. A két csapat, az két szakosztály között nagyon jó. Az együttműködés, én továbbra is úgy gondolom, hogy ez fenntartható. Mi reményeink szerint, amikor csak lehetséges, pénteki napokon szeretnék játszani a mérkőzéseinket, hisz annó még a régi szép időben is a NB1-ben ez volt a jó bevált mérkőzés időpontja. Tehát ha sikerül pénteki napokon a hazai meccseket játszanunk, amit csak tudunk, az már nyilván eleve nem fog ütközni, a többit pedig igyekszünk majd úgy, hogy ne legyen probléma vele, hogy a szurkolók megosztottsága ne legyen. A csapatokkal kell megegyezni, július 10-én lesz a sorsolás, és onnantól kezdve fogjuk fölvenni a diplomáciai kapcsolatokat, és akkor fogjuk egyeztetni a dolgokat, mi azt ott fogjuk közölni az NBA egy többi csapataival, hogy amennyiben lehetséges és megoldható, akkor mi pénteken szeretnénk, hát ez nyilván majd azért a nagyobb kupákban szereplő csapatoknál az ő elképzeléseiket, igényeiket is figyelembe kell, hogy vegyük. Most egymással ismerkedtek itt a játékosok, vagy kezdték az ismerkedést, de lesz egy nyilvános ismerkedési délután, az mikor lesz, vagy délelőtt, nem tudom pontosan az időpont, mikor lesz. Szeretnénk egy ilyen a média irányában egy sajtótájékoztatót tartani, ahol is bemutatnánk gyakorlatilag a játékosokat, főképpen az újonnan igazolt játékosainkat. Ugye gyakorlatilag 4 emberkének a igazolása az már véglegesíthető, az 5. az a személy, aki még a keretnek a utolsó láncszeme lenne, hogy így mondjam, egy balkezes lövő. Ő a holnapi nap folyamán próbajátékon fog részt venni, és majd akkor eldönti a szakmai vezetés, hogy tudjunk-e fogadni, és tudja-e alkalmazni a csapatnál. A tájékoztatódban elhangzott nem olyan régen még a sportcsarnokban, hogy mi következik a mai napon, és aztán 10 héten keresztül.
Igen, gondoltam, hogy nem leszek népszerű most ebben az első akciómmal, hogy kijövök, és ráadásul egy Coopert fognak futni a srácok. Attól függetlenül én most ebből fel tudom majd mérni, hogy ki mennyit mozgott a nyáron, és úgy nagyjából majd kötöm az emberekhez, hogy mennyi melót kell, hogy elvégezzenek. Egyébként pedig tényleg én ott is bent is elmondtam, hogy kemény felkészülési programot állítottunk össze, de tényleg látható, hogy 80%-ban fiatal játékosokkal fogunk nekiindulni. Én szerintem lehet őket majd dolgoztatni. Rajtam biztos, hogy nem fog múlni. Én ezért mondtam most is nekik is, hogy sikereket kívánok, meg kitartást ehhez, hogy most ezt a kemény részét elvégezzük, de ez pedig kell ahhoz, hogy majd a bajnoki rajt után és a sorozat mérkőzéseken majd bírják a terhelést. Mit jelent, hogy Cooper, mert nem egy felügyelőről van szó? Így van. 12 perces futás, és az alatt megnézik, hogy ki hány métert fut, és ebből sok minden lemérhető. Így pontosan, amiről beszéltünk, hogy nagyjából látni fogjuk, hogy nyáron ki az, aki megmozdult, ki az, aki inkább a nyaralással, meg a pihenéssel töltötte az időt. Könnyedebbé lehet tenni egy felkészülést, ezt tapasztalatból mondom, ha közben van iktatva egy-két edzőtábor, mert annak mégiscsak olyan fiatalosabb hangulata van. Lesz-e ilyen? Így van, el fogunk vonulni Székelyudvarhelyre, most már 100%, 23-ától 29-ig leszünk. Egyrészt frissebb ott egy kicsit a levegő, meg vannak magaslatok, tehát még ott is mozoghatnak a fiúk, és természetesen az is a cél, hogy most az új játékosokkal is egységesebb legyen, jobban összeismerkedjenek velem is. Aztán még jövő héten, hétvégén el fogunk menni Siófokra, az csak egy hétvégi program lesz, illetve csütörtöktől vasárnapig tartó, még az is az edzőtábornak egy része, de ennek is pontosan az a lényege, hogy egy kicsit kimozduljunk innen Ceglédről. Nem tudom, hogy mennyire lényeges, vagy hogy egyáltalán csak az NB1-es csapatoknál fontos-e, de a fiúk kapnak majd olyan dolgot, amit jobban érzik magukat, táplálék kiegészítőkre és egyéb anyagokra gondolok én. Ez teljesen természetes egy NB1-es csapatnál, vagy nektek van egy ilyen segítőtök, aki szívesen áll a rendelkezésetekre? Így van, én azt nem tudom, hogy mennyire természetes ez, de én azt hiszem, hogy a nagy csapatoknál alkalmazzák, és nagyon fontos része is. Pont ma voltunk fenn a testépítő srácnál, Lantos Johninál, aki úgy tudom, világbajnok testépítő. Ő mondott egy-két nagyon fontos tanácsot, ő állította össze a fiúknak a súlyzós programját. És természetesen ő az, aki felügyelni fogja ezeket a táplálékkiegészítőket, fehérjéket, amivel segítik a játékosoknak a könnyebb regenerálódását, stb. Végezetül még csak annyi, aztán elengedünk, hogy a rajongók vagy a nézők, a kézilabda szerelmesei mikor láthatják a régi, esetleg leginkább az új fiúkat, mikor van lehetőség mondjuk akár edzésre bemenni, vagy mikor lesz az első olyan meccs, amit meg lehet nézni? Hát az edzésre be lehet jönni, holnap lesz egy edzőmérkőzés még, amin csak egymás között fogunk játszani. Érkezett egy szerb gyerek, a szerb balkezes srác, akit meg szeretnénk nézni. Az első edzőmérkőzést, a hazait, azt most így nem tudom pontosan, hogy mikor fogjuk játszani, de valahogy majd a 23, tehát ahogy hazajövünk 5-én Siófokról, augusztus 5-e, ez utána való héten. Ezt is még pluszban most elmondtam a fiúknak, és azt is elmondtam, hogy abszolút nem keménykedésképpen mondanám, de eddig tényleg Cegléden is sok időt töltöttem játékosként, edzőként, hogy ez egy nagyon fontos része annak, hogy jó, hogy sikeresek legyünk, hogy egységes legyen a csapat, és abszolút nem lehetnek olyanok, hogy kilógnak sztárok, tehát nem is szerettünk volna sztárokat igazolni. Itt mindenki egy embertként fog küzdeni a Ceglédért.